29. fejezet. Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Ma az apostolok cselekedeteinek 9. és 19. fejezeteiből szeretnék felolvasni, amelyek Pálnak a Damaszkuszi úton történt sorsfordító élményét rögzítik. Továbbá azt, ahogyan engedelmeskedett az Úrnak, és szolgálatot kapott Istentől. Amint Pál meglátta a nap ragyogását, meghaladó fényt a mennyből, ezt mondta. Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Apostolok cselekedetei 9.6. Amint hajlandó volt átadni önmagát, olyan állapotba került, ahol Isten meg tudta jeleníteni erejét, és használni tudta ezt az embert. Szeretteim, olyan ti is ezt kérdezitek el ma? Mit akarsz, hogy cselekedjem? Az ön átadás az az egyetlen állapot, amelyben Isten tud velünk valamit kezdeni. Az emberek így beszélnek. Meg akarok keresztelkedni, meg akarok gyógyulni, szeretném bizonyosan tudni, hogy Isten gyermeke vagyok és semmit nem látok az életükben, abszolút semmit, csak az Isten tervének való ellenszegülést. Isten engedelmességet kér ma tőlünk. Amikor átadjuk magunkat Istennek, képes megvalósítani a tervét az életünkben, és eljutunk oda, hogy nem kell más tennünk, csak eszegetni Kánoán gyümölcseit. Miután Pál alárendelte magát Krisztus hatalmának, olyan küldetést kapott tőle, amely egész Ázsiára kiterjedt. Később a 19. fejezetből kiderül, hogy bizonyos feltételeket megkövetelt a hívőktől Efeszoszban. Vajon vettetek-e szent szellemet, minek utána hívőkké lettetek? Amikor rájuk helyeztek kezét, azonnal beteltek szent szellemmel, más nyelveken szóltak és prófétáltak. Ugyanott 19.2. és lásd 6. Feltétlenül elvárta tőlük, hogy abban az állapotban legyenek, ahol Isten be tud avatkozni. Testvérek, csak Isten elhívása számít. Pál Isten elhívásában volt. Hiszem, hogy Isten ma valakinek a szívét engedelmességre akarja buzdítani. Szólhat az elhívásod Kínába, vagy akár Indiába, vagy Afrikába, de a lényeg, hogy Isten azt akarja, engedelmeskedj. Mit akarsz, hogy cselekedjem? Ha Isten ma szabad utat kap, elkezdődik egy szolgálat, azonnal elkezdődik, amint átadod magad. Pál sok embert zárt börtönbe, de Isten az ön átadásnak és megtörtségnek olyan állapotába jutatta, hogy így kiáltott. Mit akarsz, hogy cselekedjem? Pál úgy döntött, hogy Jézus Krisztus rabszolgája lesz. Szeretteim hajlandók vagytok ma szabad utat adni Istennek? Jézus ezt mondta, mert én megmutatom néki, mennyit kell néki az én nevemért szenvedni. Ugyanott 9.16. De Pál látta, hogy ezek a dolgok minden felülmúló dicsőséget eredményeznek, ti, akik Isten érintéséért jöttetek, hajlandók vagytok követni őt? Engedelmeskedtek neki? Amikor a tékhozó fiú hazatért, és az apja levágta a hízott túlkot, és ünnepséget rendezett neki, az idősebb fivér bedühödött, és így panaszkodott. Soha nem adtál egy kecske fiat, hogy az én barátaimmal vígadjak. Ám az atya így felelt. Mindenem a tiéd. Lukács evangélium a 15. 29. 31. Az idősebb fivér bármikor leölhetett volna egy hízott túlkat. Szeretteim az atyaházában minden a miénk, de csak engedelmesség által. És amikor már megbízhat bennünk, semmiben nem fogunk szűkölködni. Figyeljük meg, hogyan használta Pál I Isten Pált És nem közönséges csodákat cselekszik vala Isten Pál keze által, annyira, hogy a betegekhez is elvitték az ő testéről a keskenőket, vagy kötényeket, és eltávozzának azoktól a betegségek és a gonosz szellemek kimenének belőlük. A postolok cselekedetei 19.11-12-ig. Figyeljük csak meg, hogy zsebkendőket vittek el beteg emberekhez pál testéről. Ő megérintette, elvitték a címzettekhez, Isten pedig különleges csodákat hajtott végre általuk. A betegségek eltávoztak a szenvedőkről, a gonosz szellemek pedig kimentek a gyötrődőkből. Hát nem csodálatos? Hiszem, hogy miután ma ráhelyezzük kezeinket ezekre a zsebkendőkre, és imádkozunk felettük, nagyon szent módon kell kezelni őket. Már szállítás közben életet adhatnak, ha hitben viszik őket. Hatására, ha hiszel, az egész tested megváltozhat, miközben szállítod. Egyszer egy asszony jött oda, jött oda hozzám, és ezt mondta. A férjem nagy megpróbáltatást jelent számomra. Ahogy megkapja a bérét, elissza, aztán pedig nem bér se dolgozni, se hazajönni. Nagyon szeretem őt. Mit tehetünk? Én a helyedben fognék egy zsebkendőt, válaszoltam, és amikor este aludni megy a férjed, a pánája alá tenném, és neki semmit nem szólnék róla, hanem élő hittel várakoznék. Jézus nevében megáldottunk egy zsebkendőt, amit az asszony a férje pánája alá tett. Ó, szeretteim, van rá lehetőség, hogy elérjük ezeket az önfejű embereket. Másnap reggel, munkába a menet, a férj megállt, hogy megígjön egy üveg sört. Ajkához emelte, de úgy gondolt, hogy valami baj van vele, ezért letette az üveget és kiment. Elment egy másik kocsmába, majd egy harmadikba is. Ugyanezt történt. A nap végén józanul ment haza. A felesége meglepődött, és nagyon örült, hogy így látja. A férj pedig elmondta, hogy mi történt vele, és ez milyen hatással volt rá. Ez fordulópont volt a férj életében, nem csupán az italozást hagyta abba, hanem végül üdvösséget is nyert. Az önátás ereje. Isten ma meg akarja változtatni a hitünket. Azt akarja, hogy lássuk, ez nem küszködés, erőfeszítések és epekedés által történik. Nézzük meg a következő ígéreteket. Mint maga az atya szeretiteket. János evangélium 1627. Ő vett el ami erőtlenségünket, és ő hordozta a mi betegségeinket. Máté evangéliuma 8.17, lásd még Ézsaiás könyve 53.4. Jöjjetek én hozzá minnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugasztlak titeket. Ugyanott 11.28. Ki az, aki Pál helyébe lép és behódol? Behódol és behódol, amíg annyira Isten birtokában nem kerül, hogy testéből Isteni erő folyik ki a betegek és szenvedők felé. Krisztus erejének áradnia kell. Ne gondolt, hogy a zsebkendőben valamilyen mágikus erő van, mert így épp az erőről marasz le. A lényeg, hogy annak a személynek, aki a kendőt a másik testére helyezi, élő hite legyen, hogy Isten ereje a hiten keresztül megnyilvánulhasson. Dicsőség Istennek, hogy ma megragadhatjuk ezt az élő hitet. A vér soha nem vesztette el erejét. Ahogy érintkezésbe lépünk Jézussal, csodálatos dolgok fognak történni. És még mi. Egyre közelebb és közelebb kerülünk hozzá. Van ennek egy másik oldala is. Elkezdték pedig némelyek a lézengő zsidó ördögűzők közül az Úr Jézus nevét hívni azokra, akikben gonosz szellemek valának, mondván: Kényszerítünk titeket a Jézusra, akit Pál prédikál. Felelvén pedig a gonosz szellem monda. A Jézust ismerem, páról is tudok, de ti kicsodák vagytok. Apostolok cselekedetei 19, 13, 15. Jézus nevében könyörögve kérem, különösen azokat, akik már megkeresztelkedtek, hogy ébredjetek rá, van erőtök, ha Isten veletek van. De hasonlítanod kell Jézusra. A gonosz szellem ezt mondta. Jézust ismerem, páról is tudok, de ti kicsodák vagytok. Pál hasonlított Jézusra. Ezt nem lehet megszerezni az ő jelenléte nélkül. A jelenléte változtat meg. Nem leszel képes eredményeket elérni az Úr Jézus jelenvonásai nélkül. Isteni erőt kell birtokolnod, mert a démonokat nem izgatja semmilyen erő, ha nem látják a Krisztust. Jézust ismerem, párról is tudok, de ti kicsodák vagytok. A különbség ezek a férfiak és pár között az volt, hogy bennük nem voltak meg Krisztus személyiség jegyei, ezért Krisztus ereje nem is nyilvánult meg rajtuk. Szükséged van erőre? Ne vedd hamis módon. Ne tévezd össze az erővel azt, hogy nyelveken szólsz. És azt se, ha Isten kijelentést adott bizonyos dolgokról. Vagy még ha betegekre helyezted is kezedet, és azok meggyógyultak, azt se tévezd össze az erővel. Az Úrnak szelleme van én rajtam. Lukács evangélium 4.18. Egyedül ez az erő. Ne enged, hogy megtévesszenek van egy állapot, amelyben tudod, hogy az Úr szelleme rajtad van. Ezért képes leszel megtenni azokat a cselekedeteket, amelyeket Isten áldott szelleme munká benned. Az ő erejének megnyilvánulása látható lesz, és az emberek hinni fognak az Úrban. Mi készteti arra az embereket, hogy higgyenek Isten természet fölötti ígéreteiben? Szeretteim, hadd mondjam el ma nektek. Isten azt akarja, hogy szolgáló szellemekké legyetek, ami azt jelenti, hogy új erővel ruháztattatok fel, és tudni fogjátok, hogy ez az Isteni erő mikor van jelen, és mikor megy ki. Jézus keresztségének el kell bennünket vezetnie oda, ahol egyedül Isten dicsőségét tartjuk szem előtt, minden más elpocsékolt idő és elpocsékolt energia. Szeretteim, elérhetjük ezt. A cél távolinak tűnik, de eljuthatunk ide. Azt kérdezett, hogyan? Mit akarsz, hogy cselekedjem? Isten tervét. Ez pedig az Isten elhívásának való tökéletes önátadást és tökéletes engedelmességet jelent. Az önátadás gyümölcse. Egyszer egy orosz fiatalember Angliába jött. Nem ismerte a nyelvet, de nagyon gyorsan megtanulta, és Isten nagyon használta és megáldotta a szolgálatát. Mivel Isten ereje csodálatos módon megnyilvánult, az emberek nyomást gyakoroltak rá, hogy megtudják erejének titkát. Ezt a férfi olyan szent dolognak tartotta az Istennel való kapcsolatában, hogy nem akarta elmondani. Azok azonban addig erősködtek, míg végül megmondta nekik. Először is Isten elhívott engem, és a jelenléte annyira értékes volt számomra, hogy azt mondtam Istennek: Minden hívására engedelmeskedni fogok. És engedelmeskedtem, 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 amíg rá nem jöttem, hogy mindeközben egy más erővel is felruházott az Úr. Megértettem, hogy Isten annyira megragadott engem, a nyelvemet, gondolataimat, mindenemet, hogy már nem én voltam, hanem a rajtam keresztül munkálkodó Krisztus. Hányan vannak ma közöttetek olyanok, akiket Isten újra és újra hívott, és rátok helyezte a kezét, de ti nem engedelmeskedtetek. Hányatok sejében volt meg erejének leellete, amely imára hívott, és ti mégis elmulasztottátok. Egyszer elhívtak egy beteg asszonyhoz, egy férfi nyitott ajtót, így szólt. A feleségem nyolc hónapja nem kelt fel az ágyból. Lebénult. Annyira várta már, hogy eljöjjön. Azt reméli, hogy Isten felsegíti őt. Bementem és megdorgáltam az ördög erejét. Az asszony ezt mondta. Tudom, hogy meggyógyultam. Ha elmegy, felkelek. Elmentem és többet nem hallottam felőle. Aznap este egy összejövetelen egy férfi felugrott és ezt mondta, hogy valamit el szeretne mondani. Hetente egyszer jövök ebbe a városba és meglátogatom a betegeket van egy asszony, aki miatt nagyon aggódtam. Béna volt, és hónapok óta ágyban feküdt, de amikor ma oda talpon volt, és a munkáját végezte. Azért mondtam el ezt a történetet, mert azt akarom, hogy lássátok Jézust. Egyszer egy nagyon beteg fiatalemberről szóló levelet kaptunk. Martin néhány évvel korábban már részt vett a szolgálatunkon. Nagyon fájt a lába, annyira, hogy nem is tudott rá cipőt húzni, hanem egy darabka bőr volt a lábára erősítve. Isten aznap meggyógyította. Három évvel később más betegség támadta meg ugyanezt a fiatalembert. Nem tudom pontosan, mi volt az, de a szívével volt kapcsolatos. Lényeg az, hogy maga tehetetlenné vált. Nem tudott magától felkelni, felöltözködni, és semmire nem volt képes egyedül. Ilyen állapotban hívta fel a nővérét, és kérte arra, hogy írjon nekem, és tudakolja meg, hogy imádkoznék-e érte. A feleségem azt mondta, menjek, mert ő hiszi, Isten nekem adja azt az életet. Elmentem, és amikor megérkeztem, azt láttam, hogy a környék, a vidék engem vár. Azt hallották, hogy ha én oda megyek, az a fiatal ember meg fog gyógyulni. Először a nővérével találkoztam, aki éppen akkor ért haza a kórházból. Már késő, sóhajtotta. Él még? kérdeztem. Igen, éppen hogy. Bementem és rátéve a kezemet, ezt mondtam. Martin. Alig lélegzett, ahogy ezt csuttogta. Az orvos azt mondta, hogy ha megmozdulok, soha többé nem fogok mozogni. Tudod, hogy a szentírásban ez áll. Szívemnek kősziklája, és az én örökségem te vagy. Ó, Isten, mindörökké. Zsoltárok könyve 73-26. Felkeljek, kérdezte. Azt mondtam, nem, hogy a nap imával és az ige szolgáltával telhessen. Nagy hitetlenséget találtam abban a házban, de láttam, hogy Martinak van hite a gyógyulásra. Isten ott tartott engem, hogy imádkozok azért a helyért. Végül ezt mondtam a családnak. Készítsétek elő Martin ruháit, hiszem, hogy fel fog kelni. Éreztem a hitetlenséget. Elmentem az imaházba, sokakkal együtt imádkoztam, és délelőtt már ők is hitték, hogy Martin meg fog gyógyulni. Amikor visszatértem a házba, megkérdeztem. A ruhái készen állnak? amikor azt felelték, hogy nem, kifakadtam. Hogyan merészelitek akadályozni Isten munkáját ebben a házban? Egyedül mentem be Martin szobájába, így szóltam hozzá. Hiszem, hogy ma Isten új dolgot fog cselekedni. Hiszem, hogy amikor ráthelyezem a kezem, a menny dicsősége be fogja tölteni ezt a helyet. Az atya, a fiú és a szent nevében rátettem kezemet, és az úr dicsősége azonnal betöltötte a szobát. Fejjel előre a földre estem, és nem láttam, mi történt az ágyon vagy a szobában, de a fiatalember elkezdett kiáltozni. Dicsőség, dicsőség! És hallottam, hogy ezt mondja. A te dicsőségedre, uram! Martin ott állt előttem, tökéletesen meggyógyult. Kinyitotta az ajtót, és kiszólt az apjának. Apa az úr feltámasztott. Ekkor az apja földre esett, és üdvösségért kiáltott. Abban a pillanatban a nővére is tökéletesen meggyógyult Istennek a házban lévő erejétől. Isten azt akarja, hogy lássuk, amikor az ő ereje rászáll az emberekre, az többet jelent, mint amit eddig ismertünk. A gyógyítás és a keresztség ereje itt van most is, de meg kell kérdezned, mit akarsz, hogy cselekedjem? Azt mondod, még hónapok vannak az aratásig. Ha Jézus szemével néznél, azt mondanád, hogy az aratás már itt van. Az ördög azt állítja, hogy nem lehet hited, de te mondd meg neki, hogy hazudik. A Szent Szellem nyilvánvalóvá akarja tenni Jézust általad. Ó, bárcsak ne lennél ugyanaz az ember többé. A Szent Szellem rajtunk lévő kenete úgy formál bennünket, hogy olyanok kell legyünk, mint ő. És valóban mondhassuk. Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? A prédikátor és üzenete. Eredeti címe, mit akarsz, hogy cselekedjem? A Times of Faith, Oakland, Kalifornia, 1914. októberi számának 227-230. oldalain jelent meg. Első amerikai látogatásakor a Montgomery's Monday meetingen hangzott el Oaklandben. Miss Sadie Cody tette közzé. Amikor a 20 éves Wiglessford csatlakozott az üdv hadsereghez, Liverpoolba költözött, ahol arra érzett késztetést, hogy fiatalokon segítsen. Minden héten összegyűjtötte a szegény, mezítlábas, rongyos fiúcskákat és lánykákat a kikötők menti raktárakból vízözetékszerelőként jól keresett, de pénzét a gyerekek élelmezésére költötte. Micsoda összejeltelek voltak. Százak tértek meg, mondta Viglesford. Egy barátjával a kórházakba és a dokokba kikötött hajókra is ellátogattak. Isten nagyon felindította a szívemet a szegények felé. Minden vás... vasárnap egész nap bőjtöltem és imádkoztam, hogy... és nem emlékszem, hogy valahogy is ötven embernél kevesebben tértek volna meg Isten ereje által az összejövetelek során, amelyeket a gyerekeknek a kórházakban, a hajókon és az üdvhagyserekben tartottunk. Frotsham, Smith Wigglesworth, 15-16. oldal, lásd első fejezet, jegyzet 1.